A Pécs TV gazdasági hírműsorát a Mérleget látják. Köszöntöm Önöket! Februárban folytatódott a keresetek viszonylagos gyors növekedése. A reálbér emelkedés üteme az első két hónapban 4,6%-ra nőtt, míg tavaly 1,5% körüli reálbér növekedés történt. A mostani folyamatban természetesen jelentős szerepe volt a minimálbéremelésnek. A bruttó nominális átlagkereset 2001 első két hónapjában 16,8%-kal, a nettó átlagkereset 15,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Februárban, januárhoz képest a magánszférában valamivel mérséklődött a kereset növekedés üteme, míg a költségvetésben jelentős gyorsulás következett be. A kézműves mikrovállalkozások nem képesek megfelelni a Széchenyi terv pályázati kiírásainak, így gyakorlatilag kimaradnak a lehetőségből. Erről Heffer József, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke levélben tájékoztatta a gazdasági minisztériumot. A kézműves mikrovállalkozások tőkeerejüknél fogva nem tudják vállalni az utófinanszírozást. Kifogásolják továbbá, hogy a pályázati feltételekben magasan határozták meg az önrész arányát, és alacsonynak tartják az elnyerhető támogatás hányadát is. A kamara javaslata szerint a mikrovállalkozások számára kedvezőbbé kellene tenni a pályázati feltételeket. A kamara felajánlja azt is, hogy meghatározott keretek között garanciát vállal a támogatást elnyerő mikrovállalkozásokért. Megalakult a Euro Business Club, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Euroinfo Központ üzleti klubja. A főként közép- és nagyvállalatokat tömörítő szervezet célja az, hogy javítsa a kommunikációt az Európai Bizottság vállalkozáspolitikai főigazgatósága és a helyi gazdasági elit között. Így a várakozások szerint már a csatlakozásra való felkészülés alatt jelentős gazdasági előnyökhöz juthatnak a klubtagok. A Euro Business Club célja, hogy tömörítse azokat a kamarai tagvállalkozásokat, amelyek betörni készülnek az EU egységes belső piacára, vagy az itt szerzett tapasztalataikat bővíteni szeretnék, így készülve fel hazánk európai integrációjára és a hazai piacon korlátozás nélkül megjelenő európai konkurenciára. Alapvetően a közép- és a nagyvállalatokra számítunk a megyéből. Ennek elsősorban az az oka, hogy egy multiplikátor hatást szeretnénk kifejteni rajtuk keresztül a kisebb vállalkozások felé. Nyilván egy nagy cég a saját tudását, a saját elvárásait tudja közölni a saját beszállítói, saját üzleti kapcsolatai felé. De ami még ennél is sokkal fontosabb kritérium az az, hogy szeretnénk, hogyha ez a klub, a klubon keresztül mi a Euroinfo Center egy lobby tevékenységet fejthetnek ki ezen cégek számára, akiknek még nincsenek képviseletük Brüsszelben. Az átmeneti időszakban, amíg föl nem vesznek minket az Unióba, szükség lesz arra, hogy valaki közvetlenül tartsa a nevükben a kapcsolatot az Európai Bizottsággal. Így a tagvállalatok lehetőséget kapnak arra, hogy véleményükkel befolyásolják az Európai Bizottságot a csatlakozás előtt álló országok vállalkozásait segítő programok kialakításában. Nem csak emiatt lehet azonban előnyös a klubtagság. Elsősorban információ az, amit kapnak rajtunk keresztül, egy privilegizált információforrás jár majd nekik, mind elektronikus formában, mind pedig abban, hogy állandóan szolgálatkészen fogjuk teljesíteni azokat az igényeket, amelyekkel hozzánk fordulnak. A másik az természetesen azok a kiadványok, azok az internetes adatbázisok, amikkel mi rendelkezünk. És végül, de nem utolsó sorban úgy gondoljuk, hogy a már említett lobby tevékenység keretein belül megpróbálhatunk azokra a komplex, bonyolult kérdésekre válaszolni, amelyek egy adott vállalatnak, kamarai tagvállalatnak az EU integrációs felkészítéséhez szükséges. Természetesen egy uniós csatlakozás számos olyan szabályozást fog bevezetni, amely a cég működését, mindennapi működését is érintheti, és nem csak érintheti, érinteni is fogja. Gondolatoként akár a vámszabad területi státuszra, partnereink egy része is vámszabad területi státuszban működik, vagy gondolatunk a számviter egységes szabályozására vonatkozó Európai Uniós irányelvekben foglalt rendelkezésekre, vagy akár az adózás kérdéseire, vagy a minőségbiztosítás különböző kérdéseire. Egy ilyen céget, amelyik egyébként is számos európai és nem európai országban ténykedik, szükségszerűen érintenek ezek a
változások, szeretné előre tudni, hogy pontosan milyen ütemezésben fogják ezek a cég mindennapi gazdasági működését befolyásolni. A Eurobusiness Clubnak jelenleg csaknem 20 tagja van, amelyek a szervezet révén hatékony együttműködést alakíthatnak ki, akár egymás között is. Óvatosan jegyzem csak meg, hogy valószínűleg uniós pénzek is rendelkezésre fognak állni a klub tevékenységének a működtetéséhez. Elsősorban a vállalatok közti kommunikációt segítve létezik egy Plátó nevezetű Európai Uniós program, ami nem sokára Magyarország számára is meg fog nyílni. Mi arra törekszünk, hogy addig ezt a klubot egy olyan szintre fejleszünk, hogy bizonyossággal tudjunk ezekre a pénzekre pályázni. A klub két havonta tartja majd üléseit, amelyeken neves brüsszeli és budapesti előadók adnak majd tájékoztatást a tagokat érdeklő és érintő kérdésekről. Így nem csak a nagy, hanem a középvállalatok számára is hasznos lehet a klub. Minden egyes információ, amit az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán az ember szerezhet, az feltétlenül egy versenyerő előnyt jelenthet. Kézzelfogható gazdasági előnyök ki is váltható, hiszen ha az üzleti partner keresés vagy a tenderekhez való jutás, vagy a tendereztetésbe való részvétel, akár ennek a megtanulása az uniós csatlakozásig, ez mind olyan kézzelfogható gazdasági előny, ami miatt is érdemes a klubba belépni. Gazdasági hírműsorunkat a Mérleget látták. Gazdasági információkat teltextünk 260. oldalán és internetes honlapunkon is találhatnak. Kérdéseiket szerkesztőségünk képernyőn látható címére várjuk. Írjanak nekünk és nézzenek bennünket a hírórában, a híradó után.